Köszöntöm nézőinket, egy különleges kamion belsejében vagyunk, hogy mi is ez pontosan, arról Kisernő tájékoztatási munkatárssal beszélgetünk. Gondolom, hogy itt sokan megnézik, hogy mi is áll most itt a parkolóban. Mi is ez a kamion pontosan? Hát az a kamion a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja, ami egy több éves program keretében járja Magyarország városait. Így érkeztünk el Karcagra. Körülbelül már 280 települést kerestünk fel korábban. Itt Karcagon is elég nagy érdeklődés mellett folyt a tájékoztatás. A tájékoztató kamionban fő célcsoport a tanulóifjúság, azon kívül természetesen a lakosságnak is nyitva vagyunk. Először úgy szoktuk a tájékoztatást elkezdeni, hogy van egy összefoglaló film a Paksi atomerőmű működéséről, egy rövid összefoglaló film bemutatja az atomerőmű működését, az atomerőmű előtt álló terveket és feladatokat, majd ezután a különböző lehetőségeket kihasználva a fiatalok megnézik, hogy be tudjuk mutatni, milyen nagyon szép természeti környezetet sikerült az atomerőmű környezetében megóvni, erre van egy panelunk, ezt nagyon kedvelik a fiatalok, azon kívül van egy másik panelunk, ami az atomerőmű elvi működését mutatja be. Itt interaktív módon tudják a fiatalok vagy a látogatók kezelni az atomerőművet, el tudják indítani a különböző szivattyúkat, a reaktor teljesítményét tudják változtatni, tehát nagyon élvezetesen, nagyon látványosan tudják az erőmű működését tanulmányozni. Azon kívül van egy másik panelunk, az az atomerőmű fejlesztésével, tervezésével, üzemével, biztonsággal, sugárvédelemmel, környezetvédelemmel foglalkozik. A világban milyen tendenciák vannak, milyen atomerőműket építenek, esetleg milyen atomerőmű blokkokat választ ki majd Magyarország, ha elérkezett az az idő, hogy döntés születik, hogy milyen atomerőműet építsünk, ha az a döntés születik. Azon kívül van egy élményelemünk, amivel a fiatalok áramot tudnak termelni, meg tudják nézni, hogy milyen befektetett energiával tudnak, milyen háztartási berendezéseket tudnak működtetni. Van egy panelunk, ami a világon üzemelő atomerőműeknek a legfontosabb paraméterét mutatja be, mikor épültek, milyen típusúak, mennyi áramot állítottak elő, illetve hol helyezkednek el. Azon kívül van egy panelunk, ami bemutatja, hogy hogyan illeszkedik bele a környezetvédelembe az atomerőmű, nagyon szemléletesen mutatja, hogy minél több atomerőmű üzemmel, minél nagyobb teljesítményen, annál kisebb a környezetbe kibocsátott gázoknak, káros gázoknak a mennyisége. Azon kívül az itt elhelyezett információk alapján van két tesztgép, ami különböző kérdéseket tesz föl, és ha a tíz kérdéssorra 10 helyes választ adnak a vállalkozók, a jelentkezők, akkor egy szerény jutalomban tudjuk őket részesíteni. Azon kívül különböző élményelemek vannak, 5 forintos érmére emlékérmet lehet készíteni, be tudunk mutatni itt a kamionon egy üzemanyag makettet, meg tudják nézni, hogy mi az az atomerőmű üzemanyag kazetta, amiben ez a nagy mennyiségű hőt előállítjuk. És van egy icipici kapszula, amit az előbb megnéztem és kérdeztem, hogy mi az. Azt majd megmutatjuk külön nézőinknek, de mondjuk el, hogy mi is ez. Igen, az a makett, az bemutatja, hogy egy olyan méretű üzemanyag kazetta, ami 9 mm átmérő és olyan 10 mm hosszú, abban 8 g uránoxid található. 2 ilyen tablettából a Paksi atomerőműben annyi villamos energiát lehet előállítani, amennyi egy családi háznak egy éves igényét fedezi. Tehát nagyon nagy mennyiségben lehet belőle villamos energiát előállítani, nagyon kis mennyiségből. És azt hiszem, hogy itt tényleg nagyon érdekes, a gyerekek nagyon érdeklődtek, tekerték itt a kerékpárt, nézték, hogy mi mindenre lenne elég, amit ők most termeltek energiát, de amit ön mondott itt az előbb a asztalnál lévő panel, ez is egy érdekes, hiszen mutatta, hogyha csökkentjük az atomenergiának, tehát az atomerőműnek a teljesítményét, és növelni kell mást, akkor mennyivel nagyobb a környezetszennyezés, ez is egy nagyon látványos, tehát gondolom, a gyerekeknek ez is nagyon tetszik, sőt, itt az idősebbek is nagy érdeklődéssel figyelték ezeket a bemutatókat. Hát igen, mikor a fiatalok ezt a panelt kezelik, akkor általában meg szoktam kérdezni tőlük, hogy füstöljenek a kémények, vagy ne füstöljenek a kémények, és akkor
a gyerekek túlnyomó része az atomerőműnek az üzemét 100%-ra állítják be, és ezzel a környezetbe kibocsátott gázoknak a mennyiségét jelképesen, de lecsökkentik. Köszönöm, hogy ez hasznos információ itt a gyerekeknek, és tényleg látványos, tehát lehet, hogy egy picit könnyebben megértik az atomerőműnek a működését. Én azt kívánom, hogy még sokan nézzék meg Karcagon, hiszen még holnap itt lesznek. Hát igen, még holnap itt leszünk, utána megyünk egy újabb városba. És várok mindenkit szeretettel, úgyhogy délután 5 óráig várunk mindenkit.